Az is forog? Meg nem az összecsapás miatt, csak hogy legyen meg. Nekünk nem kell összecsapni, igen. Ezért egy tűnet nem kell. Polgármester úr, először is nagyon szépen köszönöm, hogy itt a Városházán az irodájában fogadott minket és az interjút is. Először arra lennék öntől kíváncsi, alapvetően ritkán volt lehetőség ilyen nyugodt körülmények között beszélgetni, és a választás óta nem is volt ilyen alkalom. A választás napján, a választás követő időszakban a baloldal nagyjából örekente lényegében teljes egészében a választási vereséget. Hát ön volt az egyedüli hibás? Nem csak a baloldal, de még Jaka Péter is. Ön volt az egyedüli hibás? Ezt leírtam és elmondtam, hogy nem. Tehát szerintem nem. És ő egyébként mit gondolt erről az álláspontról, hogy mégiscsak egy ön volt a közös baloldali miniszterelnök jelölt. A baloldal és a jobb oldal, tehát minden tisztességes. Az ellenzéki pártok szövetségének az élén állt, de lényegében azonnal hátat fordítottak önnek, hátba is szúrták néhányan. Ez természetes, különösebben nyilván éppen azért, mert ez nem egy egységes párt, hanem sok pártnak a szövetsége, mi civilek is ott voltunk köztük. Tehát nem csoda az, hogyha az érdekek mást kívánnak. Nyilván, hogy a mondjuk Gyurcsány Ferenc és legközvetlenebb szövetségesei, ők minél hamarabb szerettek volna megszabadulni tőlem a politikából, ezt az ő szempontjukból még akár érthetőnek is nevezném. A választásokat követően az ATV-ben beszélt arról, hogy a választási kampányban ugye lényegében megkapta szinte Karácsony Gergely csapatát, vagy azt a kört, aki Karácsony Gergellyel dolgozott, ez valóban így történt? Igen, ahogy mondtam, tehát akik a Karácsony Gergelyt támogatták az előválasztási kampányban, ők engem támogattak utána miniszterelnök jelöltként a kampányunkban. Ez a csapat, ez mit jelent egyébként? Tehát milyen munkákat, milyen segítséget jelent? Szakértelem, kutatás, stratégiai irányok, kommunikáció. Tehát akkor konkrét emberek érkeztek önhöz, akik az ön kampányát kezdték el csinálni most csúnya szóval. Vagy mondhatnám úgy, hogy az ellenzék közös kampányát csinálta. A finanszírozási modellt is átvették? A finanszírozás modell az ugye ugyanúgy megosztott volt ebben az esetben, azzal a különbséggel, hogy most egy külön pártos kampány volt, és külön volt egy MMM kampány. A pártos kampányban természetesen a finanszírozást a pártok biztosították, az MMM kampányában ugyanúgy adományokból finanszíroztuk mi is, mint Karácsony Gergely az ő előválasztási kampányát. Akkor ezért lehetséges az, hogy most ugye nyilvánosságra kerültek, vagy először is ön beszélt arról, hogy Amerikából érkezett pénz, és itt felmerült az Action for Democracy nevű... Az Action for Democracy biztos nem finanszírozta Karácsony Gergelynek az előválasztási kampányát, hiszen nem létezett 2021-ben. Igen, csak ugye a Karácsony Gergely arról beszélt, pont nekem beszélt arról egy interjúban, hogy a későbbi időszakban, tehát miután megalakult ez az Action for Democracy nevű szervezet, felmerülhetett a finanszírozása a 99 mozgalomnak, vagy Karácsony Gergelynek a bármilyen szintű támogatása. Ugye ezt onnan is lehet sejteni, hogy a honlapján, tehát az Action for Democracy-nak a honlapján fent van a 99 mozgalom, mint támogató. Na, nem tudtam. Tehát akkor el tudja azt képzelni, hogy a Mindenki Magyarországon mozgalmat és a 99 mozgalmat is támogatta ez az Action for Democracy? Nem tudok róla, én csak az MMR-ről tudok nyilatkozni, illetve azokat a szervezeteket, amelyeket ők a sajtónak is lenyilatkoztak, hogy támogattak, azokról Nyomtas Te is például. Tehát tudom, hogy a Nyomtas Te is támogatta az Action for Democracy. Igen, az köztük volt. De mondom, a 99 mozgalom, Mindenki Magyarországon mozgalom, a Nyomtas Te is. Nyomtas Te is és az MMM biztosan, mert ezeket a sajtóban én is láttam. Mennyi pénzt kapott a Mindenki Magyarországa mozgalom ettől a szervezettől, és úgy ámlok mondjuk külföldről vagy az Egyesült Államokban? Szemben a Fidesz-szel és az ellenzéki pártokkal mi mindent nyilvánosságra hoztunk, én nagyon büszke vagyok erre, hogy ilyen pontosan tudja a választ jobban, mint én. De ők kapták össze. Mégiscsak. A Fidesz-es sajtó adta össze, és ha jól emlékszem, azt mondták, hogy 1,86 milliárd forint. Jól emlékszem? Nyilván jobban tudja. És akkor ez valós összeg? Tehát, hogy minden ennyit... valós, mi a főkönyvünket hoztuk nyilvánosságra. Tehát mondom, ez az a példa, amivel mind a Fidesznek, mind a mai ellenzéknek is szeretnénk példát mutatni, hogy a politikában lehet tisztesség, becsület és átláthatóság is egyszerre. Ugye a Fidesz az átláthatóság hiányához még hozzáteszi a lopást is. Náluk például a CÖF, ami az ő, ha úgy tetszik, nem párt mozgalmuk, állami cégek támogatásával van kitömítve. Tehát ők hozzájuk közpénz kerülnek fel. Húsa Lajos gondolja azt, hogy ez elveszítette közpénz jellegét, mi nem gondoljuk azt.
Tehát ez a különbség, hogy ők közpénzből csinálták, tehát mi adományokból. Ők titkosították ezt, mi átláthatóan nyilvánosságra hoztuk, ezért ő is minden adatot lát. Az amerikai pénzen kívül amerikai tanácsadók, amerikai munkatársak is érkeztek önhöz. Ők milyen munkát láttak el? Ahogy az előbb elmondtam, pontosan igazokat. Tehát ők is a kommunikációban, igen, tanácsadásban, kutatásban, bármi ilyesmivel. Ők miért maradtak még most is itt? Nem maradtak itt. Hozzáteszem, magánemberek, tehát oda mennek, ahol akarnak, de én tudomásom szerint nem maradtak. Ezt csak azért kérdezem, mert amikor talán legutóbb, vagy az utolsó találkozásunk, amikor a Budapesten tüntettek a rakparton, ott is voltak amerikai segítői. Egy hölgy volt, aki akkor nem úgy maradt, hanem visszajött, és egyébként úgy tudom, hogy egy munkalehetőségre jött interjúolni Magyarországra, nem hozzák természetesen, üzleti, az üzleti szférában dolgozik, a Beyoncé-nak is dolgozott, ha jól tudom. Például, tehát valami zenei vagy egyéb produkcióra jöhetett ide, ha jól tudom, és meglátogatott minket. És ha már itt volt, akkor elment az zenei. Én azt sem tudom, hogy szóval, hogy kapott pénzt, vagy nem kapott pénzt a munkájáért, tehát itt nagyon sok önkéntes dolgozott, pont ő róla szerintem még az is lehet, hogy teljesen ingyen dolgozott itt. Korányi Dáviddal milyen a kapcsolata? Nagyon jó. Találkoztak személyesen? Többször is. És a nagyon jó az mit akar? A gyakorlatban, vagy a munkában? Hát én nagyon hálás vagyok neki azért a munkájára, amit ő végzett a hazai demokrácia érdekében. És mi az a munka, amit ő végzett? Rengeteg pénzt sikerült neki az Action for Democracy-n keresztül felhajtani, adományokat az MMM számára. Nagyon hálás vagyok érte. Ebből finanszíroztuk például a migráns betelepítés elleni migráns számláló kampányunkat, hogy más nem mondjak, vagy hasonló pénzekből. Ez megint ugyanaz, tehát nyilván mi ezt már régebben elkezdtük a migráns számláló kampányt, de például ez a felvődő, vagy ebben a békéért, amikor mi a háború ellen, a békéért rakunk ki plakátokat, azt az Action for Democracy-nak a segítségével tudtuk finanszírozni. Milyen pénzeket tudtok felhajtani? Hát ez megint csak hál' Isten teljesen átlátható, tehát az a különbség a Fidesz és mi közöttünk, hogy mi mindent teljesen nyilvánosan teszünk. De az Action for Democracy honlapján nem tudom megnézni, hogy honnan érkeznek a pénzek a szervezethez. Nem tudom, a Fidesz honlapján meg tudja nézni, hogy honnan érkeznek, de... Hát csak ő mondta, hogy az a különbség önök... Igen, a GDPR-ben nincs különbség. Tehát nyilvánvalóan nem adhatunk ki konkrét személynöveket, tehát ha Dániel adományozott volna nekünk pénzt, akkor mi Dánielnek a személyazonosságát sem fogjuk kitenni az internetre, hanem bizonyosan fogjuk kezelni. Ez mindenki mással is természetesen így van. Az Action for Democracy fundraising kampányában nagyon sokan adtak be pénzeket, fogalmam sincs nekem mondjuk, hogy konkrétan kicsodák, és hogy ezekkel az adatokkal az amerikai törvény szerint fog elszámolni, és annak mindig megfelel. Ki tudja azt jelenteni, hogy mondjuk Soros György nem adott pénzt az önök kampányában? Legőszintébben mondom, hogy nem hiszem, hogy adott, és legfőképpen nem, semmi bizonyíték nincs arra, hogy adott volna, vagy nem adott, hiszen ezt én nem tudhatom. De előfordulhat az is, hogy adott? Dávidnak mondtam az imént, hogy egy valamit tudunk biztosan. Tehát én nem találkoztam Soros Györggyel, Orbán Viktor még a 2010-es kormányra kerülése után is találkozott, és adományokat fogadott el Soros Györgytől. Tehát akit Soros külföldre finanszírozott politikai tevékenységében, sőt pártként is, az a Fidesz és Orbán Viktor. De ebben az esetben ön sem tudja kizárni, hogy mondjuk ez megtörtént. Ez csak azért kérdezem, mert az Action for Democracy azért egy olyan szervezet, amely mondjuk, hát hogy is fogalmazok, ezer szállal kötődik olyan szervezetekhez, tehát amely közvetlenül Soros Dániel, mi csak egy valamit tudom biztosan. Az, hogy Orbán Viktor finanszírozta Soros György, ezt tudjuk. Az összes többiben teljesen bizonytalanság, teljes, hogy mondjam, tudatlanságban vagyunk, hogy Soros György kit támogatott még. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Kit támogatott még Orbán Viktoron kívül. Ezt Orbán Viktortól illogosabb megkérdezni, neki még egyszer mondom, sokkal jobb kapcsolata van, és gyakoribb, szorosabb kapcsolata van Soros Györgyel, mint nekem. Talán Orbán Viktornak elmondaná. Én már, ha jól emlékszem, válaszolt arra, vagy hogy azt mondta, hogy nem tudott arra, hogy a 99 mozgalom is kapott pénzt, ugye az Action for Democracy. Nem, ezt most mondta rá nekem. De hogy ő akkor nem tudott arról, tehát ő nem tudott arról. És arról egyébként mit gondol, hogy Karácsony Gergely viszont beszélt arról? De ez egy vicces hogy... dolog az ő valójában. Igen. Micsoda? De miről beszélt Karácsony Gergely? Hogy Karácsony Gergely arról beszélt, hogy ugyan ő sem tudott róla, de amikor felvilágosítottam, hogy a honlapon... Na hát ez még viccesebb. Tehát Karácsony Gergelynek is Dániel, az, hogy nekem, de Dániel, én azt hittem, hogy az a vicces, hogy Dániel mondja el nekem, hogy kitámogott az Action for Democracy, de... Kiderül, hát ez egyszerű, mert fel kell venni a honlapon. Még Karácsony Gergelynek is Dániel mondja el. Ez fantasztikus, tényleg. Ez, köszönöm. Ez hírértékű. Köszönöm szépen. De hogy mit gondol arról, hogy Karácsony Gergely, mondom, beismerte, hogy lényegében ők is kaptak pénzt. Tehát a 99 mozgalom is kapott pénzt. Ne, semmit nem gondolok róla, ezt is most hallom öntől. Tehát én ezt nem tudom, hogy Karácsony Gergelyt kitől kapott pénzt. Mi nagyon hálásak vagyunk minden támogatónak.
legutóbb még Bigel Lászlóról kérdeztek engem még a kampány alatt, én azt is elmondtam, hogy felőlem Mészáros Lőrinc, meg Csányi Sándor, meg Soros György, engem még egyszer mondom, nem támogatott velem, nem találkozott Orbán Viktorral, igen. De én nem Soros Györgyöt szoktam emlegetni, Bigel Lászlót mondtam például, tehát hogyha Bigel László támogatott bennünket, és nagyon örülök neki, nagyon hálás vagyok érte, úgyhogy természetesen az, hogy Keti Marton, meg Francis Fukuyama, Wesley Clark, és még sorolhatnám azokat a hírességeket, akik az Action for Democracy-t támogatják, illetve ott működnek, hogy ők érdemesnek méltatták, vagy méltónak találták a Mindenki Magyarországon mozgalmat a támogatásukra, én ezért csak köszönettel tartozom. Az az 500 millió forintos előválasztási költés Karácsony Gergely része, ugye ön beszélt. Én tippeltem ezt az összeget, igen. Ezt tippelte? Természetesen, akkor is elmondtam. Mi alapján tippelte? Hogy a nagyságrendileg az a kampány nyilván ránézése, ugyanúgy, mint a Fidesz esetében megtippelem, hogy ez egy több száz milliárd forintos kampány volt, csak a Megafon szerintem több pénzből gazdálkodott, mint a komplet ellenzéki kampány. Ilyet, ez nyilván nem igaz így ebben a formában. Hát csak a Facebook költéséből, bocsánat. Tehát a Facebookra az utolsó héten többet költött a Megafon, mint a teljes ellenzéki kampány a teljes időszakában, amennyi Facebookra költött. Nem hiszem, hogy ez így történt, de ez nyugodtan teszik meg. Ön belépett a 99 mozgalomban? Belépett? Igen. Egy Karácsony Gergely azt mondta, hogy nem lépett be. Megint ezt most hallottam a Heiter Dávid újságíró, egy propagandista úrtól, tehát ez, én nem tudom, hogy ki és milyen alapon vette ezt, tehát én megígértem, hogy be fogok lépni, és be is léptem. De akkor miért mondta azt Karácsony Gergely, hogy nem lépett be? 300 ezer tagja van ennek a mozgalomnak, jól emlékszem? Hát igen, de azért ön nem csak biztos egy taga sok közül, hanem ön a baloldal miniszterelnök jelöltje volt. Elég hosszú időn keresztül. Igen. Tehát gondolom azért, és a lehet, hogy 300 tag közül... Én az interneten léptem be, mint a 300 ezer tag. Tehát és az előfordult, akkor emiatt, hogy Karácsony Gergely... Hát, hogyha nem döngészi minden nap azt a 300 ezer nevet, akkor lehet, hogy Karácsony Gergelynek a figyelmét ez elkerülte. Az azért a pénzért, amit az Action for Democracy adott önöknek, mozgalmának, 99 mozgalom, az önök mozgalmának, vagy bármilyen olyan szervezetnek, ami részt vett a magyar kampányban, mit kér cserébe? Hát szerintem a legfontosabb az, hogy bűnöző migránsokat Orbán ne tudjon tovább betelepíteni az Európai Unióba. Szerintem ez a legfontosabb. Tehát volt egy ilyen megbeszélés, ahol ezt kérték a szervezet? Én azt gondolom, hogy ez kimondatlan is egyértelmű. Tehát nekünk a legfontosabb célunk az, hogy a korrupció fejeződjön be, hogy alkalmatlan vakcinákat korrupt módon ne szerezzenek be, és ne halljanak meg tömegével a magyarok. Tényleg tízezrével hunytak el honfitársaink egy korrupt kormány miatt. Bűnöző migránsokat telepít be Orbán Viktor, és ennek egyszerűen most véget kell vetni. Tehát szerintem ezek a legfontosabbak. És hát nem beszélve arról, hogy háborús agresszor Putyinnal barátkozik, mi pedig a békepártján vagyunk. Tehát nekünk ez a legfontosabb. Konkrétabb kérés nem volt? Nem, majd egyszer mondta, ez kimondatlan is, de egyébként le van írva egészen pontosan, mert szerződést kötöttünk, és ez is nyilvános. Tehát egyszerűen szívesen megnézném a kormány oldalnak a elszámolását és a szerződéseit is. Mi ezt nyilvánosságra osztuk, egy nagyon alapvető különbség van a két kultúra között. Tehát a tisztesség, a becsület, az átláthatóság, a demokrácia és a jogállam, és a korrupció, a bűnöző migránsok betelepítése, a vakcinákon nyerészkedés és a magyar emberek halálához való hozzájárulás a másik oldalon. A mi számunkra ezek elítélendő dolgok, és természetesen, amit mi képviselünk, azt szeretném, hogyha általános normává válna a Fidesz számára is, az ellenzéki pártok számára is. Azt ön talán még jobban tudja, mint én, hiszen miatt az Egyesült Államokban, hogy különféle lobby szervezetek hogyan próbálnak nyomást gyakorolni mondjuk a politikai elitre. Ön, amikor átvette ezeket a pénzeket, vagy az önök mozgalmakkal átvette ezeket a pénzeket, nem? Olyanra gondolom, mint például a MET nevű szervezet, amelynek nyilván nagyon jó kormányzati kapcsolatai vannak, és ami az orosz gázimporton iszonyatos pénzeket nyert úgy, hogy közben a magyar állam ráfizet. Nem, én arra tehát gondoltam, hogy gondolom, az Egyesült Államokban úgy szokott működni, hogy amikor van egy szervezet, aki elkezd egy politikai erőt tehát támogatni, egy repülőgép gyár, akkor szokott utána valamit kérni. Hát például, ez önöknél nem merült fel? Például egy repülőgépgyárnak a tulajdonosa lesz a honvédelmi miniszter, és azután attól a gyártól rendel repülőket. Ilyenre mondom például, ugye? Nem, mondom, én Egyesült Államokbeli példát vettem, hiszen önök de az Egyesült Államokból kaptak pénzt, és azért alapvetően... Szerintem az Egyesült Államokban van ennek nagyobb hagyománya, szerintem, ahol ilyen lobby szervezetek támogatnak, tehát tesznek egy a fekete lóra, átláthatóan tesznek, de hát hogy már utána tehát mit kérnek, az már ilyen, nem derül. Valaki tesz egy nyilvános kijelentést, és az egyik jelöltet ukrajnai korrupcióvá vádolja, a másik jelöltet pedig endorszolja, és ezzel befolyásolja egy külföldi országnak a választási eredményeit. Igen, előfordul ilyen.
De erről mit gondol egyébként, hogy az Egyesült Államokban bevett gyakorlat az, hogy ilyen lobby tevékenységet folytatnak, az Action for Democracy az hasonló mondjuk egy volt magyar nagykövetet, April Fool-t mondjuk felfogadják, lobby céllal millió dollárokat fizetnek ki neki, azért, hogy lobbizzon egy külföldi idegen érdek mellett. Például olyan kérés az Action for Democracy-nak nem volt az önök irányába, hogy mondjuk mindvégig... Tessék? April Fool-t, hogy támogassuk? Nem, tehát az Action for Democracy-nak olyan... kérése az önök irányába nem volt a kampány során, hogyha mondjuk itt szankciókról lesz szó, ahogy erről nem szó nem is volt, a végsőkig tartsanak ki, mert mondjuk látjuk azt, hogy baloldali szereplők a mai napig is kitartanak a szankciókat. Nem hiszem, hogy kitartanak, de... De abszolút kitartanak. Mai napig is hallani olyan iratkozatokat. Azokról a szankciókról beszélt Dániel, amelyeket mindegyiket megszavazta Orbán Viktor. Én azokról a szankciókról beszélek, minden szankció, ami életbe lép, romba döntik az európai gazdaságot. Ezeket az európai gazdaságot ön szerint romba döntő szankciók, és kétségkívül nehéz teher, ezeket Orbán Viktor mindegy szállat megszavazta. Mindegy szállat. Ugye az a helyzet, az utolsó mindegyiket megszavazta. Magyarország az az ország, amely szerencsén volt az Európai Tanácsban ezt közelről látni, mert hogy ugye tudósítottam, hogy ez hogy folyik egy ilyen tárgyalás, és ugye ott az ember azt látja, hogy Magyarország az mindig az az ország, ami az utolsókig vétózik, és próbálja azt, hogy ne történjen. Egyetlen egy esetre emlékszem a Kirill Pátriákot, tehát egy háborús uszítót megmentett Orbán Viktor attól, hogy a lopott vagyonát elvehesse az Unió. Ez egy hősies szankció ellenes vétó volt Orbán Viktortól. A fegyverszállításoktól kezdve minden más Orbán Viktor megszavazott és támogatott. Tehát ő neki egy korrupt háborús uszító megmentése az valóban megért egy vétót, az, hogy fegyverszállítások menjenek meg az olajembargót megszavazzák, azt viszont Orbán mind megszavazta. Ugye tudja, hogy szavazta meg a miniszterelnök, a magyar miniszterelnök az olajembargót? Tudom, megszavazta, így van. De nem, tehát ugye ezt megszavazta, hogy Magyarország kivétel. Így van, magyar delegációval megszavazta az olajembargót. Tehát mi lényegében ugyanúgy kapunk az olajat tovább, ahogy eddig is. Az ön szerint Európát romba döntő szankciókat, tehát Orbán Viktor megszavazta akkor, amikor Magyarországot mentesítették az olajembargó alól. Ami egy fontos kitétel azért alapvetően. Meg a NATO csapatok is mozoghatnak Magyarországon, akár meg lehet Magyarországon át, már a kampány előtt is megtörtént az a törvénymódosítás. Orbán Viktor módosította a törvényeket, hogy Magyarországon keresztül lehessen fegyvert szállítani Ukrajnának. Tehát igen, Orbán Viktor megszavazta a szankciókat is. Ön egyébként mit gondol a szankciókra? Azt mondta, hogy amikor én talán nem is túlzó jelzővel illettem őket, ön azért kicsit kiabított. Tehát ő nem gondolja ezt a szankciókra? Én biztos vagyok benne, hogy Magyarország ugye 27 tagállamú Európai Uniónak a része. Orbán Viktor megszavazta ezeket a szankciókat, de az összes többi 26 állam is megszavazta ezt a szankciókat. Vajon ezt mindenki tegye fel ezt a kérdést magának, hogy a lengyelek, a szlovének, a románok, ezek balti államok miért szavazták meg a szankciókat? Vajon miért szavazták meg? Orbán Viktor, vajon miért szavazták meg a szankciókat? Miért? Ha rossz. Hogy lehet? 27 tagállam mindegyike megszavazta, és ez annyira rossz. Orbán Viktor is megszavazta, romba dönti Európát. Orbán Viktor megszavazott valamit, ami romba dönti Európát. Hogy lehet ez? Mint a 27 ország. Akkor mi a baj a szankciókkal? Az a baj, hogy a szankciók nyilván azért szavazta meg Orbán Viktor a szankciókat, mert úgy gondolta, hogy ellenkező esetben tovább folyik a háború, és emberek fognak meghalni. Úgy gondolta Orbán Viktor, hogy a szankciók az egyetlen békés alternatíva a háború eszkalációja és tovább folytatása ellen. Hogy a szankciókkal lehet rávenni az oroszokat, Putyin elnököt, hogy ne jöjjön Magyarországra anyákat és gyerekeket gyilkolni, meg atomerőműveket lövetni. Én szerintem ezért szavazta meg Orbán Viktor a szankciókat. Ön egyébként támogatja a szankciókat? Én támogatom azt, hogy Orbán Viktor megszavazta ezeket a szankciókat, én szerintem ezt ő helyesen tett. De ön személyes. Még egyszer. Tehát mondom, előfordulhatott volna támogatom az, hogy ön lett volna a Magyarország miniszterelnök, hogy önnek kell ott ülnie. És éppen ezért az én álláspontom ez, én helyeslem azt, hogy Orbán Viktor megszavazta a szankciókat. És ön? Soha nem is személyes véleménye. Hát sajnálatos módon én nem kerültem abba a helyzetbe, hogy ezt én tegyem meg, viszont Orbán Viktor megtette. Hallott már a Puskázban kell, a European Council of Foreign Relations nevű szervezet? Tényleg lehet, hogy hallottam már a sajtóban a róluk, igen. Ez nagyon szoros kapcsolatban áll az Action for Democracy nevű szervezettel, amiről már beszélgettünk. Ezt ennek a szervezet... Ezt most csak öntől hallom, bocsánat. Ennek a szervezetnek olyan elismert, önismert méltatta őket tagjai vannak, mint például Kati Marton, vagy Dezsőfi Tibor, Bajnai Gordon, Dobrev Klára, Alex Soros,
tudott róla, hogy ilyen társaságot méltat vagy keveredett? Vagy mit gondol egyébként ezekről a szerepetről? Tehát nem hiszem, hogy a társaságot én valaha méltattam volna. Előbb beszélt arról, hogy nagyon örül. Amikor hát a támogatásról beszélt például. Az Action for Democracy-ról beszélt. Igen, abszolút. Jó, és az Action for Democracy-ban ott van Dobrev Klára és Bajnai Gordon. Abban a szervezetben, amiről már beszéltem, ez a European Council of Foreign Relations. De nyugtasson meg, hogy az Action for Democracy-ban nincsenek ott. Ők nincsenek. Hála jó, mert azt hittem, hogy már nem is tudok róla, és ilyen. De egy olyan szervezetben, amivel szoros kapcsolatban áll az Action for Democracy. Sőt, biztos vagyok benne, hogy a magyar kormánynak számos képviselőjével is van kapcsolata ezeknek az embereknek. Nem mondom még egyszer, én egy soros ügynök szervezetet ismerek, ez a Fidesz. Igen? Igen. Tehát aki bizonyította a kampányra a külföldre, aki soros mondta, fogadott el, én egyet ismerek, személy szerint csak egy ilyen pártot és kormányfőt ismerek, Orbán Viktor. A datadat, mert egyébként a datadatnak is köze van ehhez, ugye Bajnai Gordon, Dezső Tibor, azt ismerjük. Tudom, azt nem tudom, de Bajnai Gordon tudom, hogy a datadathoz köze van, igen. Mennyi pénzt fizettek nekik, és miről szólt ez a megállapodás? Hát pontos számot nem tudok, de nagyon sok munkát végeztek nekünk, és fizettünk is pénzt, és ez a megállapodás, ővelük is kötöttünk természetesen szerződést, mint minden beszállítóval, a plakátoktól kezdve a mit mondjam, szórólapokig, vagy bármely tollakig, autó, mindegyikről szerződés van, le van könyvelve minden, tehát természetesen az ő szolgáltatása, amennyire én jól tudom, akkor úgy szintén a fundraising kampány menedzselésére vonatkozott például, tehát mi a 400 millió forintnak az összegyűjtését, amit mikroadományokban szereztünk, azt a datadat segítségével bonyolítottuk. De nagyságrendileg mekkora összegről beszéltünk? Tényleg nem tudom. Elégedett volt a 100 millióra gondol, 100 milliós nagyságrendre gondolt, tehát azt szeretném mondani. Tehát elégedett biztos volt a datadat munkájával? Igen, igen. Annak például akkor, amikor olyan SMS-et ezt akartam mondani, hogy például arról az SMS-t, amit Dániel állított, hogy kapott, az biztos, hogy kaptam. Nem adat, adat küldte. Hát akkor ki? Hát ez Dánielnek kéne, fel kéne jelentem, mert szerintem Fidesz állított. Még a felesége is felhívott egyébként. Kinek a felesége? Az ön felesége engem. De nem a való életben, hanem egy gépi hangon keresztül. Értem. És az lehetséges, hogy a Fidesz felvett ezt a hangot és felhívta Dánielt? Hát nehezen tudom elképzelni. Én csak ezt tudom elképzelni, őszintén szóval. Őszintén, de hogy tudtam felvenni azt? Én azt nem értem, hogy fél év eltelt. Volt egy telefonszám. Fél év alatt nem tudták kinyomozni, hogy ki hívta fel Dánielt? Én nem tettem feljelentést, őszinte lesz. Hát ez már önmagában hiba, tehát bocsánat, GDPR adati jogsértés tekintetében azonnal tegyen feljelentést, és nagyon szeretném látni börtönbe azokat, akik visszaélnek az önök adataiban. Még akkor is, ha ez a datadat volt? Akkor is. Hát senki ne érjen vissza az adatokkal soha. Én biztos vagyok benne, hogy valami fideszes szervezet lehetett, hogyha fél év alatt a Fidesz ezt nem vizsgálta ki. Nem tart attól egy kicsit, hogy itt ugye már beszéltünk nagyon sokat az Action for Democracy-ról, arról, hogy azért jelentős összeget kaptak önök a kampány idején, hogy felmerül a tiltott párt finanszírozás. Tudom, hogy nem pártot finanszírozott közvetlenül. Hát ez az, hogy merülne fel az MMM, nem párt. Hát igen, és csak mi sem finanszíroztunk pártot. Az MMM ugye az a szervezet, mozgalom, amelynek ön a vezetője, ön volt a baloldal, az ellenzék miniszterelnök jelöltje. Az ellenzék maradjunk ennél, jobb és baloldali ellenzék miniszterelnök jelöltje voltam. Nem fordulhatott elő, vagy ezt önök hogy vizsgálták egymás közt, hát hogy, egy egész hogy az MMM-nek ezt a költését, ezt nem kampány célra, ezt kampány célra, és ami nem kampány célra, azt az Action for Democracy fizette, ami nem kampány célra, az pedig nem tudom a bárki, vagy ez hogy működött? De ezt így életszerűnek tartja? Csak azért kérdezem. Ez abszolút törvény, szükségszerűség, ne haragudjon. Mi, tehát amit ön mond, azzal ellentétesen nálunk pár célokra semmi nem mehetett, egy fillér sem. Tehát nekünk nem arra kellett vigyázni, hogy melyik hova megy, hanem az MMM kasszájából nem mehetett pártpénz semmire, soha. De viszonylag egyszerűen nem kellett válogatni az összes pénzt. Mehetett? Kampány célra mehetett, népszavazási kampány célra, bűnöző migránsok betelepítése elleni kampány célra mehetett, de sorolhatnám még azokat a szép és nemes célok, háború ellenes és békepárti dolgokra mehetett, vettünk egy mentőautót például Ukrajnának belőle egy olyan dandárhoz, ahol a kárpátai magyarok szolgálnak. Tehát ezekre a célokra igen ment, de ezek soha nem párpénzek voltak, és soha nem volt közül. De ezt szét lehet mazsolázni? Nem kell szét mazsolázni, mert nálunk minden erre a civil célra ment, és nulla forint ment párt célra. De abból, hogy nem kell civil célra költöttek, ugye alapvetően ezzel a politikai kampányban vettek részt. Tehát arra gondol, mint a CÖF, amit csinál? Nem. Itt arra gondolok, hogy amit önök végeztek. Tehát, hogyha a CÖF megjelenít egy óriás plakátot, és abban gyalázza az ellenzék jelöltjét, akkor az önök szerint nem része a politikai kampánynak? Én itt ugye arról, tehát arra vagyok kíváncsi, hogy van egy amerikai szervezet. Ami vagy egy magyar, igen. Tessék? Vagy egy magyar.
az Action for Democracy-ra gondolok alapvetően. Az Action for Democracy-nak semmi közel kampányunkhoz. Én ugye a de mondom, tehát, de és hogy akkor önök szét tudták szálazni azokat a pénzeket. De nem kellett szétszálazni, még egyszer mondom, mert mi egy fillérsek öltöttünk pártcélokra és pártkampányra, mi száz, nem kell szétszálazni. Minden egyes fillér, minden egyes tétel nálunk az nem pártkampány folytató tevékenységekre ment. Tehát magyarul mi az MMM az összes bevétel, az összes kiadással kizárólag a magyar törvények által megengedett célokat finanszíroztunk. MMM építéséről szólt, az illegális migráció megállításáról és a Fidesz megállításáról az illegális migráció tekintetében. Tehát mi ezeket a célokat támogattuk. Soha nem támogattunk semmilyen pártkiadást, semmilyen pártcélt. A kampány központjuk ugye a Hold utcában volt, ezt kitől bérelték és mennyibe került? Hát őszintén szóval erre most nem tudok válaszolni, de biztos, hogy nagyon szívesen. Nem én kötöttem a szerződéseket, úgyhogy nyilván. Ez már a Karácsony Gergely csapat volt? Nem, ez az MMM csapat volt, és mi béreltünk egy helyiséget. Még egyszer mondom, nem tudom, hogy ki volt az, de egyébként viszonylag egyszerű, mert hogyha megnézi az ingatlannak a tulajdonosát, akkor ő fogja látni, hogy kitől béreltünk. És kb. Mekkora összeg lehetett azt a sajtóra? Ezt se tudom bevallom. Hány kék mappát? De egyébként, bocsánat, azt biztos vagyok benne, hogy havi milliós tétel volt. Tehát én szerintem egy millió körül, igen, szerintem millió, pontosan, onnan tudom, mert mi is bérelünk, most egyet, igaz, az kisebb és félmillióba kerül, de ez azt jelenti, hogy ez sokkal nagyobb, tehát egészen biztos vagyok benne, hogy több mint 1 millió forintos bérleti díja volt. Igaz, 3 hónap körülbelül az, amennyit ott, vagy 4 hónap, amit ott működtünk. Hány kék mappát írt tele a választási kampányban? Egyszer megmutattam önnek. A választási kampányban nem tudom, de most például a jelenlegi, amit használok, és talán ha a negyede, tehát bele ezt azt hiszem július 21-én nyitottam, tehát körülbelül nyilván intenzívebb időszakban többet írok, tehát egy szép, hosszú vagy magas tóc van összességében, hogy a kampányra hány nyitott, 2-3, nem tudom. Ezért kellett 44 millió forintért tollat venni? Nem, az MMM-nek a tollairól beszélünk most. Tehát ugye a kampány költéseit végignéztem elég alaposan, és abban volt 44 millió forint, ami torra ment el. Tehát igen. Ezek ilyen repi. Repítolok. Még egy... Nem én használtam őket, bocsánat. Biztos én is használtam egyet vagy kettőt. Egy utolsó még a kampány is majd is vagyok, hogy találtam még egy olyan, mert végignéztem azt a hát elég sok sort, ami a kampány költéseket. 42 ezer, én ezt tudom. Igen, tehát elbíbelődtem vele. Volt egy olyan költés, ami 6,3 millió forint szállásköltés április 2-án. Nem hiszem, hogy egy nap lett volna ilyen. Így volt beírva. Aha. A kampány. Hát ezt majd akkor megnézzük, hogy ez hány hely, hány ember. Biztos, hogy április 2-án nem költöttünk 606 millió forintot, de egyébként, hogyha véletlenül jelen fordulnak, akkor természetesen kirúgnánk azonnal a késztette. Tehát nem hiszem. Lázár János híresült el, de azt hiszem, hogy ő is talán csak 2 millió forintért szállt meg. Ha jól emlékszem, egy ismeretlen, ki tudja, hogy ugye egy hölgy társaságot sejtettek mögötte, de még az is egy londoni luxus hotel is csak 2 millió forint. Ez 6, tehát biztos vagyok benne, hogy nem Lázár János és a barátnője vagy ismerőse, hanem valaki csapatos szállás sok éjszakáról lehetett szó csak. Én nem tudom elképzelni legalábbis, hogy ezt egy személy, mondom Lázár János se tudom elképzelni, pedig lehet, hogy az én fantáziám szegényes, hogy ezt ő el tudnánk költeni egy éjszak alatt. Én biztos vagyok benne, hogy nálunk ilyen nem történt. Semmilyen luxus szállást nem vettünk igénybe, szeretném mondani. Tehát mi abszolút szerint körülmények között szálltunk is kampány, csak és kizárólag a kampány tevékenységére. Polgármester, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. És még egyszer szeretném, hogy önök is hangsúlyoznák, hogy a magyar történelemben először fordult elő, hogy valaki főkönyvi részletezettséggel számolt egy kampány után, 42 ezer sorral, teljes főkönyvi részletezettséggel, 2,5 milliárd forinttal, a Fidesz a több százszor ekkora kampányáról semmit nem árul el. Nem lehet tudni, nem, hogy főkönyveket kiadtott volna. Ott valóban vannak problémák. Nálunk a jelölteket nem Orbán Viktor választotta ki, hanem a választópolgárok, nálunk a finanszírozás. Itt azért voltak komoly alkuk a háttérben, ez ugye kiderült már akkor. Választópolgárok választották ki, nálunk a finanszírozást azt átlátható módon magánadományokból tesszük, a Fidesztél ez lopott közpénzből van, és az is egy óriási különbség, hogy mi ezzel transzparens módon elszámolunk. A Fidesz sajnos titkolja ezeket. De ugye akkor nem adjuk föl. Azért az Action for Democracy, hogy honnan szerezte ezeket a pénzeket, és hogyan emelte át az önök kampányába, ez azért nem derül ki. De ott van minden egyes utalás. Napra pontosan látja, hogy megkapta. Az, hogy önök megkapták, de hogy honnan, kitől, igen. Milyen amerikai adományozóktól, ezt nem tudjuk. Hát az, hogy ő milyen adományozóktól, ezt én sem mondom el önnek, Dániel. Tehát Dániel láthatja azt, hogy melyik nap hány forintot utalt valaki, de a nevüket nem mondjuk el.
Még egyszer mondom, ha Dániel adományozott volna, én Dánielnek a személyiségi jogait védem azzal, hogy ezt természetesen nem adjuk ki. Ugye csak vannak azért olyan nagy donorok, akiknek sejthetünk hátsó szándékot a támogatása. Az és itt az említett soros gyöngy. Az a szerencse, hogy a magyar hatóságok, tartozik. Hogyha bármilyen bűncselekmény derülne föl, vagy merülne föl, akkor természetesen a magyar hatóságok ezeket az utalásokat mind tudják ellenőrizni. Ezért hozták létre az alapítványokat, nálunk egy egyesületeket. Nálunk egy sokkal átláthatóbb ország az Egyesült Államok. Az Action for Democracy az amerikai szabályok kampányfinanszírozási, külföldi korrupció megakadályozására vonatkozó és átláthatósági szabályokat mind betartja. Tehát az Egyesült Államokban gyűjtő pénz az sokkal átláthatóbb, mint az, amit mondjuk a Fidesz használ. Én nem láttam át egyébként, tehát nem találtam olyan adatot. Mert védik azokat az adományozókat. Pont a Fidesz bosszújától például védik, de mindenképpen, mert a magán adatokkal nem érhetnek vissza. De az amerikai hatóságok azok mindenről meggyőződhetnek, és ha bármi bűncselekmény van, akkor lépni fognak. Mondom, nem tehát... azért hozták létre ezeket az egyesületeket, mozgalmakat, 99 mozgalom, mindenki Magyarországon mozgalom, hogy érkezhessen az Egyesült Államokból támogatás kampánycélokra? 3 évvel ezelőtt hoztuk létre a Mindenki Magyarországon mozgalmat, fogalmunk nem volt. De akkor mondjuk a 99 mozgalomnál ez felmerülhet azért. Azt Karácsony Gergelytől kell megkérdezni, tehát fogalmunk nem volt arról, hogy én miniszterelnök leszek, és hogy lesz egy kampányban. Megkapta a 99 mozgalmas csapatot lényegében. Tehát ugyanazok, tehát hogyha Karácsony Gergely lett volna a baloldal... 99 mozgalmas csapatnak nem nevezném, én azt Karácsony Gergelyt. Karácsony Gergelyt támogató szakértők, azok utána a mi kampányunkban is részt vettek. És most, hogy ugye elvesztett a választás, vissza is mentek Karácsony Gergelyhez. Egészen biztosan jó néhány ott dolgozik most éppen, igen. De azt mondom, tehát, hogy akkor lényegében az szerintem, ez már... Tehát, nekem nagyon sok, bocsánat, csak azért Dániel, egy utolsó titkot még elárulok, nagyon sok korábban a Fidesz támogató szakértő dolgozott nálunk ebben a kampányban, vagy volt jelöltünk és a többi. Tehát hál' Istennek az emberek tudnak változni, tudnak váltani, nem gondolom, hogy ez akkor a váltás, hogy ez probléma lenne. De én nagyon szívesen máskor is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hódmezővásárhelyen szép hely, úgyhogy. Így van, jöjjön. Köszönjük szépen.